mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok, én a Zoo Direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon, és üdvözlök mindenkit újra a Budapest City Zoo franchise sorozatunk negyedik részében. Amint láthatjátok, a kamerán kívül azért nem tétlenkedtem, úgyhogy elkészült az állatkertünk bejárata. Szerintem nagyon-nagyon szép lett. Tulajdonképpen, ugye, ha megnézitek, ugye itt van a vonal, tehát ugye itt volt a bejárat. Na most sajnos a franchise módban ezeket nem lehet kitörölni, ugye ezekbe jelennek meg és tűnnek el ezeken a kis feketéken a látogatók, de olyan furcsa nézett volna, hogy csak úgy meg előkerülnek, úgyhogy én tettem ide egy ilyen, nem tudom, tujjasort, úgyhogy itt szépen csak besétálnak és kisétálnak. Úgyhogy gyakorlatilag, ugye ahogy ez kitörlésre került, ez már az állatkert része, de én ezt beljebb toltam egy kicsit, és akkor ezeket a, hát most hívjuk ki bejáratoknak, hogy ugye hát tulajdonképpen itt veszik meg a jegyet, itt fizetődik ki a jegy, itt jönnek, mennek, ezt betoltam így, idáig, és szépen kidekoráltam. Még egy-két apróság hiányzik, de szerintem elég jól néz ki. Van itt egy lufiárus, itt kívül egyébként elképesztő, hogy már itt is szoktak vásárolni, illetve ugye van egy ilyen, hát ezeket a vicces sapkákat áruló kis árus ebből a kis autóból. Egyébként megmondom őszintén, hogy gyerekként emlékszem, hogy a budapesti állatkertben kívül ott lufit árultak a bejárat előtt, az nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ez inspirált arra, hogy rakjak ide kívülre is ilyen árusokat, úgyhogy itt is van egy info kioszk, illetve egy ilyen Just a Moment, ez is ez is egy ilyen szuvenír bolt, úgyhogy az van itt. Igyekeztem ugye az állatkert, vagy igyekszem az állatkert dekorálásánál a kifutókon kívül, ugye mivel ez egy európai állatkert, nagyrészt európai növényekkel betelepíteni, illetve olyanokkal, amiket tudom, hogy megélnek Magyarországon, és ugye ugyanezek tajga és tundra növényként vannak ugye a játékban, de ezek megjelenek Magyarországon, ezek a fenyők, úgyhogy ilyenekkel igyekszem majd dekorálni. Úgyhogy ha itt átmegyünk a bejáraton, itt is rengeteg újdonság van még. Húha, verekednek a gepárdjék, akkor én látom ezt a játékot, mert nem akarom, hogy agyonverjék egymást a gepárdok. Szóval, ha itt átjöttök, itt van egy ilyen kis üdvözlő videó, itt megint egy ilyen info kioszk van, ugye ez nagyon fontos, hogy itt megveszik ezt az audioguide-ot, ezt a tárlatvezetést, ugye, illetve az esernyőket is itt vásárolják a látogatók, úgyhogy kettő is van ebből, szerintem szép sorok szoktak lenni. Ide bal oldalra raktam egy ilyen, hát ilyen kis kocsit a gyerekeknek, természetesen használhatatlan, mármint a játékban ugye nem tudják használni a látogatók, de szerintem nagyon, nagyon ötletes, hogy így lehet fölvenni és letenni ezeket a kicsi kocsikat, illetve kapott itt egy ilyen kis WC-t még itt az info mellett ez a kis épület. Egyébként a nyáron voltunk a gyerekekkel állatkertben, és a Budapest állatkertben voltunk, és ez a legnagyszerűbb dolog, főleg az emberi krekkel megy, hogy csak berakja ide a kocsiba őket, és akkor húzza. Ez volt egyébként az egyik legélvezetesebb dolog nekik az állatkertben, hogy húztuk őket. A kioszkok is kaptak épületet. Gyakorlatilag fölülről így néz ki, illetve leülős helyet, több kioszkot is tettem, mert állandóan probléma volt, hogy szomjasak, éhesek a látogatók. Rengetegnek tűnik, de higgyétek el, még így is sokszor sorok vannak, és még így is szomjasak és éhesek a látogatók, úgyhogy van itt étel, ital, illetve szuvenírbolt mindenhol, illetve van mosdó. Azt mondja, itt van egy mosdónk, nem rosszul mondom, itt van egy mosdó, meg közben tükröztem, szóval itt van egy mosdó, amivel be lehet menni, azt mondjam, megmutatom nektek. Szóval, hogyha bemennek, akkor itt van egy mosdó, opszá, itt, és ugyanígy a másik oldalon szintén van egy mosdónk itt, ahogy bemennek. A másik dolog, amit én mindig szoktam csinálni, főleg ilyen nagy, és nem emlékszem, hogy ezt mondtam már nektek, de most akkor még egyszer elmondom annak kedvére, aki nem látta eddig a sorozatot, az viszont mindenképpen nézze meg, úgyhogy teszek ide fel egy linket, hogy az első részre is el tudjatok menni, és onnan kezdjétek nézni, mert úgy izgalmas. Szóval, ahol ilyen nagyon sok kioszk van, én mindig szoktam tenni egy plusz ilyen pihenő helységet, mert ugye elfáradnak ezek az értékesítők, kijönnek a kioszkból,
megkeresik a legközelebbi ilyen pihenőhelyet, ott pihennek, majd visszajönnek. Na most, ha ez nagyon messze van, akkor nagyon sok időbe tart, még visszamenjenek, és addig zárva van a bolt, ha csak ugye nem vettünk fel nagyon sok értékesítőt, de túl sokat sem akar felvenni az ember, tehát rövidítsük le azt az időt, amit ők a kioszkon kívül töltenek, vagy az árusító helyen kívül töltenek, és minden hamarabb érjenek vissza, ugye ez a cél a helyükre. Úgyhogy ide csináltam én egy ilyen kis ajtót, és ha itt bemennek, itt átmennek ezen az ajtón, akkor eljönnek itt az üzlet sor mögött, és itt van egy pihenő nekik, szépen ott valaki pihenget is, mert nem is egy. Úgyhogy itt tudnak pihengetni. Itt tudnak pihengetni bent. Hát jó, nincs ablakuk, ez már ugye itt a WC mögöttük. Nem baj, pihenni tudnak, az a lényeg, úgyhogy ez nem vesz le az értékéből a pihenőhelynek. Szóval ez elkészült. Ez elkészült. Itt voltak ugye a gondozói állomások és mindenféle ilyen alkalmazotti épület, az áthelyeződött most ide, úgyhogy ide is kapott itt a gepárdok mellett. Kapott egy ilyen szuper kis épület komplexumot, itt vagy kaptak a gondozók, meg mindenféle alkalmazott. Egy picit szűk, de ők nagyon jól el vannak, úgyhogy van itt minden karantén, itt van egy kórház, egy állatkórház, ugye van trading center, ugye itt a kereskedelmi központ, van egy, és mindenből nagyot raktam be, kivéve a karanténból. Van ugye research center, van egy nagy pihenő, ahol tudnak pihenni, illetve van egy nagy takarmánykonyha is, és a karbantartóknak is van egy ilyen, nekik is ugye research, ez egy ilyen karbantartó pont. Abból se árt, hogyha van több az állatkertben, ahogy nő az állatkert. Ebből egyébként, mielőtt ide visszatérünk, helyeztem egy ugyanilyet. Elég jó kis, nem tudom, ilyen elrendezést találtam, úgyhogy én egyszerűen csak átmásoltam ide, úgyhogy itt is kapott egyet, ide az oroszlánfókák mellett is van egy. Egyébként azért kapott oda egyet, mert nagyjából ez lesz az állatkertünk közepe. Ugye ma ide fogunk építeni, ide is jön majd még állat, ide is fog még jönni, ide is még jön. Tehát körülbelül ez lesz a közepe, hogy mindenhonnan viszonylag hamar elérhető legyen azért legalább egy gondozói, vagy ilyen pihenőhely, vagy takarmánykonyha, illetve ugye gondolnunk kell az oktatókra is, hogy ők is azért bárhol oktatnak, vagy ugye ha megy a túra, akkor azért könnyen elérhetőek legyenek ilyen pihenőhelyek. Szóval ott is kapott egyet, és ami nagy változás van még, az itt a gepárdok. Mondom, nem tétlenkedtem én itt a kamerán kívül. A gepárdok kaptak, itt a gepárdok kifutója előtt egy ilyen, nem teljesen fedett, de egy viszonylag fedett, egy ilyen félkör alakú kis részt. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon szuper lett, illetve pár sziklát, pár füvet, pár faágat kaptak még a gepárdok is. Ugye itt és egyébként észrevettem, hogy ha megnézitek, szerintem ti is láthatjátok, most nem tudom, a fények mennyire jók, igen, most kevésbé lehet látni, de tehát ha a másik oldalán ennek a tükrüvegnek is világos van, akkor nagyon be lehet látni. És hogyha valamivel le van fedve, le van sötétítve, jóval kevésbé lehet átlátni. Most nem tudom sem is megmutatni nektek, de hogy ti még ne verekedjetek itt. Életek, ne verekedjetek. Itt sem nagyon lehet látni, de talán jobban lehet látni, hogy jobban átlátszanak azért a dolgok, mint ahol is. Minden esetre egyébként azzal, hogy ezt a ne zavarjon táblát letettük, illetve ez a tetőre került, soha többet nem kaptam olyan jelzést a gepárdoktól, hogy még stresszesek lennének, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez működik. Befejeztem az ő kis állatházukat is, úgyhogy szerintem az is nagyon-nagyon-nagyon szép lett. Így néz, kapott ide egy ablakot, de mindjárt be is megyünk, és akkor megmutatom, hogy néz ki. Így néz ki belülről, van kis csapóajtó, vagy ilyen eltolható kis ajtó, ugye elszeparálhatóak a gepárdok, ugye ez nagyon fontos. Nem ebben a franchise sorozatban nem leszek ilyen hiperrealisztikus, igyekszem úgy csinálni, hogy azért megmaradjon a tőlem megszokott realitás, de azért nem viszem most a gyelőre túlzásba, mert hát se pénz, se idő nincs erre, illetve nem feltétlenül van rá szükség. Szóval ezt is kicsit idekoráltam, van még itt mit csinálni, de jönnek új kifutók, úgyhogy
Úgyhogy azért nem is dekorálom túl, mert meglátjuk, hogy mit hoz magával az a kifutó. Itt tudnak bemenni egyébként a gondozók, közvetlenül keresztül ezen a gondozói állomáson, ugye ez itt végig elérhető bárhonnan. Ennek egyébként úgy csináltam meg, ez elég szuper egyébként, hogy négy kijárata van, vagy négy bejárata, tehát négy helyről lehet megközelíteni, úgyhogy ez egy állatkert közepére kiválóan alkalmas. Egyébként ez is, ez a gondozói központ, illetve minden egyes kifutó, majd még építünk ezek is, illetve az egész bejárat a Steam Workshop-ból letölthető. Csinálok egy ilyen külön katalógus majd ennek a franchise sorozatnak, és ha felmentek, akkor már most is elérhetőek ezek, úgyhogy nyugodtan töltsétek le, használjátok, egészítsétek ki, ahogy gondoljátok, és ahogy bele passzol a ti állatkertetekbe. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, az Itailufiki. Túrancsuk, igen. Szóval még egy fontos dolgot szeretnék mondani. Egyrészt az, hogy ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor kérlek, tedd meg. Nagyon sokat jelent nekem, hogyha feliratkoztok, akkor úgy érzem, hogy jó, amit csinálok, tetszik nektek, úgyhogy kérlek, iratkozz fel, illetve neked is jó, mert akkor rögtön kapsz egy értesítést arról, hogyha felkerült új videó, akár ebből a sorozatból, akár a tutoriál sorozatból felkerült videó, akkor rögtön kapsz értesítést, főleg, hogyha a kis csengőt is megnyomod, az nagyon fontos, hogy legyen az is bekapcsolva. A másik dolog pedig, ez egy ilyen nagyjából közepesen hosszú sorozat lesz, nagyjából egy 10 részesre tervezem, aztán majd hozza magával majd az élet, hogy aztán végül milyen hosszú lesz, körülbelül egy ilyen 10 rész lesz. A 11. rész, az egy a 11. állat, azt pedig arra gondoltam, hogy rátok bíznám. Úgyhogy kitettem a YouTube-ra egy posztot, ami egyébként egy szavazás, és az egészen ez a szavazás, ez majd így a 8.-9. részig fog menni, majd fogok szólni, hogy mikor fogom lezárni ezt a szavazást. Szóval ez arról fog szólni, hogy van három állat, ez pedig a csíkos hiéna, a flamingó, illetve az alaszkai vadjú, amire azt gondoltam, hogy még belepasszolna az állatkertbe, de hogy melyik legyen, ezt szeretném, hogy ti döntsétek el. Úgyhogy kérlek, hogy menjetek a videó megnézése után a posztra, és ha tudom, akkor belinkelem majd, illetve vagy a leírásba, vagy ide föl a videóra, nem, megmondom, szinte nem tudom, be tudom el linkelni, de a leírásba azért igyekszem belinkelni a posztot, és kérlek, hogy szavazzatok. Úgyhogy szeretném tudni, hogy szerintetek melyik állat kerül ide, tehát a csíkos hiénára, ugye a legújabb DLC-ből a csíkos hiénára lehet szavazni, a flamingóra, vagy az alaszkai vadjúra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az, ami beleillene még itt az állatkertbe, ez a háromból valamelyik, úgyhogy kérlek, mindenképpen szavazzál. Szóval akkor menjünk tovább a játékkal, van dolgunk bőven. Egyrészt, nem, mégsem, szóval igen. Jó, ti ilyesek vagytok, azt nem tudom miért, de hogy Grizzly, anyám, mindenki verekszik. Oké, na kezdjük. Nézzük meg ezeket a drága kis gepárdjainkat. Nagyon jó trükköt mutatok nektek. Egyrészt, hogyha ugye rámentek az értesítésre, akkor ugye mivel a gepárd kifutóban van a verekedés, a gepárd kifutóra visz rá minket, ugye itt az állat fül alatt megnézhetek az összes állatot, és akár adhatok nekik fogamzásgátlót és bármit. De ami nagyon szuper, mondjuk itt most én látom azt, hogy egy éhes is, és ugye hát azt látjuk, hogy öreg, ugye itt piros már, és ugye bemar az a kis mutató már a pirosban, tehát így a kvázi élete vége felé jár ez a nőstény, és ugye általában kb. Időrendben van, tehát ezek voltak, akiket megvettünk mi eredetileg, és ugye a kicsik itt vannak alul. Most ugye az a kérdés, hogy mit tegyünk. Szóval a szuper, amit akartam mutatni, hogy ugye egyrészt rá tudtok ugrani, illetve ha ide jöttök erre a social tabra, és ide kattintotok, akkor rögtön ezeket csak a gepárdokat fogja megmutatni a játék, úgyhogy ez így nagyon-nagyon könnyű. Ops, te már vemhes is vagy. Oké, mégis ki? Nagyon jó. Oké, egyébként pont erre gondoltam. Szóval, a terv a következő. Ugye ő már, aki nekünk egyszer már megajándékozott minket kis gepárddal, ő már nagyon öreg, úgyhogy őt rihomoljuk. Egyébként ez egy annyira szép dolog ebben a játékban. Nem tudom, valahogy én nagyon szeretem az állatokat és az idős állatokat is, és annyira jó, hogy egyébként az ember
Még ha tudom, hogy ezek virtuális állatok, ez ilyen butaság, de hogy nem tudom, tudsz róluk gondoskodni, hogy jó helyre rakod őket, kiszolgáltak az idejüket, megtettek mindent, amire szükséged volt, és akkor az ember gondoskodik róluk, és egy picit fizetni kell érte, de én nem bánom, úgyhogy most küldjük el ezt a valami idősek otthonába, akkor ezt a szuper jó kis gepárdot. Tehát az ősanyát elküldtük, az okés. Azt tudjuk, hogy ugye a másik apától, ugye ezt tudjuk, látjuk, hogy az a 6 éves, tehát ettől az apától születtek a kicsik. Tehát azzal nem tudjuk párosítani majd a egyébként hiper-szuper nőstényünket, úgyhogy az volt az eredeti terv, hogy megtartjuk ezt a petymentes vagy foltmentes gepárdot, hogy párosodjon ezzel a nősténnyel, ami egészen véletlenül meg is történt, ami nagyon szuper jó hír. Viszont azt jelenti, hogy akkor a többit azt betesszük a... Hát te hány éves vagy, te 6? Hát az olyan sok. Egyébként amit nem néztünk, hogy valószínűleg ezt a nőstényt elég idős korába vettük, de hát olcsó volt. De minden esetre nagyon jó szolgáltatott, mert egy alom kölyökkel megajándékozott minket. Szóval én azt gondolom, hogy ezeknek nem olyan rossz a statisztikája. Mondjuk neki nem az igazi jó. Csináljuk azt, hogy őt, akinek nem szuper a statisztikája, és nálunk született, őt engedjük vissza a vadonba. Kapunk érte 470 kreditet. Jó, őt visszengedtük a vadonba, az szuper. Akkor azt mondja, hogy akit nem szeretnénk itt látni, szeretnénk esetleg eladni őt, hármunkat tegyük be a Trade Centerbe. Jó, most már akkor visszakapcsoljuk a játékot, most a probléma nem lesz. Jó, egyébként itt mindig látjuk, hogy ugye hány felnőtt van, és körülbelül itt a vonalka mutatja, hogy hogy állunk. Ugye itt nagyjából lehet tudni, ha kettesítesz, tehát kettő, az már a három érdénél van, tehát akkor összesen három, és tudjuk is, hogy három az a szám, amit még elbírnak ezek a gepárdok. Szóval, tudjátok mit? Próbáljuk meg eladni őket. Itt egyébként mi van? Ja, még a grizzlieink is. Intézzük először a grizzliket. Jó, hát itt a grizzliknél megmondom őszintén, hát nem voltunk túl szerencsések. Melyik vagy te, életem? Te születtél nálunk? Hol? Igen, jó, akkor hát ez egy bronz, őt szépen kieresztjük a vadonba. Oké. Kieresztjük a vadonba. Te hogy állsz? Te ki vagy? Ó, jaj. Jó. Oké. Azt fogjuk csinálni, hogy neked hívunk egy állatorvost. Azt mindenféleképpen. Te milyen öreg vagy? Hát azért már ő sem fiatal. Ugye az volt a dilemmánk, hogy őt adjuk el rögtön, vagy megpróbáljuk szaporítani. Hát megpróbáltuk szaporítani, nem túl nagy sikerrel érdekes. Azt lehet esetleg, hogy mindjárt megnézem, hogy van-e grizzly medve. Valami egy katasztrófa. Komolyan katasztrófa, hogy mik vannak. Jó. Az a baj, hogy ugye most észrevette az ellenőr, hogy van egy sérült állat, ezért rögtön $750 meg is büntetett. Jó, hát nem találok ennél jobb hímet, úgyhogy de mondjuk muszáj lesz valami hímet beszerezni, most jut eszembe. Jó, téged megveszünk, és be is küldünk rögtön ide. Amint visszajön az állatorvostól a miénk, az már nagyon öreg, úgyhogy nem tudom más tenni vele, mint elküldeni idősek otthonába, úgyhogy azt meg fogjuk tenni. Egyébként most hát nem állunk túl jól azért ezzel a zöld kredittel. Nem is tudom, hát nagyjából egy olyan gyors számítással, egy ilyen 1000 környékén, 1000-100 környékén lehet, az nem túl sok. Jó, minden esetre akkor a macik rendben van. Kinek van még gondja? Éhes vagy. Jó, ha éhes vagy, akkor hívjunk neked egy keepert, hogy etessen meg. Az nagyon jó. Szuper. Veletek mi a gond? Mit nem lehet elérni? Ó! Ja, igen. Igen, szóval ugye lezártam itt ezzel a kis ajtóval, így már kívülről nem tudnak bemenni a gondozók, úgyhogy jó, akkor ezt áthelyezem, hogy ezen múljon nekem az éjséged. Tegyük ide. Ja, és ezt úgy annyira utálom, hogy ez itt körülötte állandóan, ez a talaj megmozdul, az borzasztó. És a másik is gondolom, hát igen, sejtettem. Jó, akkor ezt megtegyük. Ó, már pakolja is a kaját. Nem is tudom. Egyébként szerintem nem is feltétlen van rá szükség. Van. Tegyük mondjuk ide. Jaj, Istenem.
Jó, akkor a kárt nem okozott. Még takarítasz egy kicsit, szuper. Jó. Nagyon jó. Mikor fogsz te meg elleni nekünk? Nem úgy volt, hogy te vemhessél? Ho-ho-ho-ho-ho! Jaj! Jaj! Hello! Hello! Hát megszületett azt a mindenit! Jézus, de gyorsak voltatok! Ezt sem vettem! Azt a mindenit! Már meg is született! Hát ez úgy, hogy ezt gyakorlatilag észre sem vettük. És egy aranyszínű... Ezt nagyon sokért fogjuk tudni eladni. Gyerekek! Rengeteg zöld kreditünk lesz, és ez az egy született? Szegénykém, jó. Na nézzük csak meg, hogy ez az egy született. Igen, ez az egy. Jó, hát ez az egy, hát végül is. Ám legyen. Ám legyen. 5000, jó. A fertility neki 50%, aha. És neked? 67, hát jó, nem csoda, csak egy született. Nem baj, nem baj, nem baj. Egyébként ez a kifutó nagyon szép lett, de te meg nagyon cuki vagy. Hát igazán cukker vagy. Hát hello. Gyönyörűek a gepárdok még mindig. És tényleg szép lett ez a kifutó egyébként. Na mi az? Nagyon jók az animációk is. Nagyon szép, szép ez a, nem tudom, petymentes vagy foltmentes, vagy nem is tudom, de... Gyönyörű. Hellóka. És tényleg jó az a kifutó. Tetszik nagyon, nagyon szép lett. Szerintem az egyik legjobb gepárd kifutó, amit eddig csináltam. Igazán szép. És olyan természetes, de közben jól belátható, de mégse zavarja az állatokat, nem stresszesek. A gepárdok annyira stresszesek, hogy őrület, úgyhogy nem könnyű nekik olyat csinálni, hogy az jó legyen. Na jó, menjünk tovább, mert közben mi van még itt? Aj, már megint. Jövök. Ne veszekedjetek. Felesleges. Melyik vagy te? Vaját? Nem. Nem. A másik fiúkát kell megkeresnünk. Jó. Mert megint... Ne, az nem lehet, hogy te még mindig. És nem vitték még el, vagy... Vagy most újra visszajött. Te még nem vitték el. Megbolondolom. Minden esetre contraception cups. Nem lehet esetleg, hogy itt nem vagy bemes. Jó, jöjjön akkor szépen egy állatorvos, lesz szíves, és vigye el. Jó, ezen rajta kell tartani a szemünket, mi a gond? Clean lesz. Jó, de itt van most egyébként a nagyon merez állatorvosunk szerintem. Igen, itt az állatorvos. Jó, vigy csak el szépen. Szóval, ja, már takarít. Nagyon jó. Ezért gyerekek, ne hallgatjátok át azért. 57% mi a gond? Nagyon fáradt vagy? Vagy mi az összesen? Vagy csak annyira fáradt se vagy? Be vagy tréningezve, nincs itt gond. Ó, vannak VIP-k. Mondjuk nekik, hogy hello, és akkor 20-20-20 zöld kredittel többünk is van. Ó, itt van az ellenőrünk. Itt van az ellenőr. Ajjaj, még nem találkozott semmi még állattal. Hello, kedves asszonyom! Hello, kedves asszonyom! Mizu! Mizu, nagyon szigorúan tetszik nézni. Mi mindent megteszünk, hogy itt rendben legyen minden, úgyhogy legyen kedves. Oké, ez is megvolt. Nézzük, mit kaptunk. Release the well. Jó, 750-et kapunk meg. Jó, azért, mert visszengedtük a vadonba, illetve ezret azért, mert hogy sikerült szaporítanunk új állatokat, nagyon jó. Jó, fogunk majd ilyet is. Jó, megnézzük, hogy 3 csillagos állatokat tudunk-e visszaengedni a vadonba. Na, csináljuk most azt, hogy mi van itt nekünk? Mi van itt nekünk? Azt mondja, hogy... Titeket próbáljunk meg eladni. Mit szóltok hozzá? Először is nézzük meg, hogy mi a helyzet gepárd fronton. Szoktam, hogy...
úgy szoktam, hogy megnézem, hogy mennyire lehet venni jó gepárdokat. Tehát például egy nőstény gepárd, azért ez durva, csupa 100%, azért az kemény. Azt mondja, egy hím, amelyik arany, 100%-os, vagy pegymentes nőstény, azt a mindenit. Egyébként érdekes, régen drágábbak voltak egy kicsit, most valahogy lejjebb mentek az árak, ezeket nagyon különlegeseket lehet drágán eladni. És 10 000, ő 100%-os, jesszus. Ez az 111-es állatkert, ez csak úgy produkálja itt a 100%-osokat. Szóval most felraktak ilyeneket. Hát úgy látom, hogy nősnyetlen drágában mennek el. Jézus Mária. Jó, nézzük meg. Én azt mondom, hogy a nőstények drágában mennek el. Hát ugye itt van, hogyha most visszaengedjük a vadonban, 841-et kapunk. Ő azt mondja, azt ajánlja a játék, hogy 1171-ért adjuk el. Én azt mondom, hogy kérjünk érte 3000-et. Jaj. Jó, kérjünk érte 299-et. Jó, legyünk ilyen. Jó. Érted is kérjünk 800, nem már 200-as van. Érte kérjünk 399-et, az ugye jól néz ki. Jó, és te... Jó, ezért kérünk 499-et, mit gondoltok? Igaz, hogy mondjuk nem 7500 a vonzereje, de ám legyen. Hát próbáljuk meg. Majd szólok, hogyha elkelt. Megmondom őszintén, hogy nagy szükségünk van rá, mert a következő állat, amit a mai részben ugye behelyezünk az állatkertbe, vagy befogadunk az állatkertbe, az oroszlán lesz, amik nagyon drágák. Megmondom, hogy mit szereztem már. Erre költöttem el a zöld kreditünk nagy részét. Szereztem egy ilyen kis pasit. 9000 a vonzereje, ami egyébként ez a legtöbb. Talán a kölyköknek magasabb egyébként, amikor megszületnek, és aztán amikor felnőnek, akkor visszaesik, talán 9000 a legtöbb. Egy fehér oroszlánt mindenképpen szerettem volna, úgyhogy azt is megvettem, de nem találtam még olyan normál színű nőstény oroszlánt, amelyiket meg is tudnánk venni. Nincs elég kreditünk hozzá, úgyhogy remélem, hogy elkelnek ezek a... Már megint... Jó, leállítom a játékot, hogy ne verjék agyon egymást. Hol verekedtek ti ennyire? Szóval kell, hogy legyen... De nem te verekszel, akkor ki verekszik? Jó, végre téged rihomolhatunk. Igen, jó. Most elgondolkoztam egy pillanatra. Jó, mehet tovább a játék. Szóval neked a köszöntőm van, ugye? Újabbak? Ja, nem, már megkaptuk, jó. Nézzük meg, mi a helyzet az oroszlánfókáknál. Hú, gyerekek! És nem mondom, hogy le kell ezt állítanunk, de hogy lassan le kell ezt állítanunk, írtozatosan sokan vannak. Igen, már a hímeket, amik felnőttek, beraktam a Trade Centerbe, azt lehet látni. Téged, te kvázi csak egy ilyen bronz, vagy téged visszaengedünk a vadonba. Ó, 3.99, hát nem túl sok. De nem baj. Azt mondja, a sorban álltam, amik nálunk születtek. Jó, megtartunk esetleg egy ilyen nőstényt. Azt mondja, hogy téged nem kell megtartani, téged talán igen. Te a Trade Centerben mire feldobunk a piacra, te már vemhes vagy. Ó, te még benn vagy az átkert. Nem, te menjél a Trade Centerbe mindenképpen. És akkor téged is elkezdünk árulni. Azt mondja, hogy jó, téged nem akartunk megtartani, téged se akarunk megtartani. Azt mondja, hogy téged is a Trade Centerbe kell küldeni, de most nézzük olyat, akit nem akarunk megtartani, és mehet. Te is Trade Center vagy, téged se akarunk megtartani. Ja, nem válaszoltam ki ezt. Ja. Most a szíleinokat nézzük. Na, még egyszer. Azt mondja, hogy ugye azt nem akarjuk megtartani. Jó, te menjél be a Trade Centerbe, most akkor válogassuk azokat. Te is menj a Trade Centerbe. Jó, majd te is fogsz menni, ha felnősz. Kimegy, mert a Trade Centerben van.
Ti menjetek be a Trade Centerbe. Oké, és akkor azt mondja, hogy volt itt egy, akit nem akartunk megtartani. Volt itt egy, akit nem akartunk megtartani, és nem volt a Trade Centerben. Őt visszaengedjük a vadonba. Mennyit kapunk érted? Hát, messze nem megyünk ezzel. Jó, a többi azt úgy látom, hogy rendben van, viszont akkor menjünk vissza a Trade Centerbe, és akkor... És akkor kezdjük el árulni a szuper állatainkat. Nézzük meg, mi nálunk született. Nézzük meg, hogy... Californian Sea Lion... Mi a felhozatal? Nagyon gyér. Úgyhogy... Nézzük meg, hogy milyen statisztikájuk van. Aha, szóval neked nem az igazi, meg neked se az igazi. Két különböző színű. Jó, azt mondja, hogy téged áruljunk. Szerintem... mondjuk vigyék el 4990-szonár. És téged is áruljunk 4990-ért. Jó, titeket viszont... Mi lenne, hogyha nagyon nem ár, hogy tényleg csak ennyit érne? Legyünk nagyon pofátlanok. Mit gondoltok? Hát ne vicceljetek. Ez szerintem megéri. Nézzünk rá a látogatókra, és akkor meg ugye egy kicsit. Krem nincs semmi. Látogatók. Szemét, ne idegeljetek. Nézzétek meg egyébként, hogy a pirosból az a... oktatási szint azért egészen jó, már legalább narancsárga, már majdnem elértük a felét, úgyhogy kell még egy kicsit dolgozni rajta, de egész jó. Jó, nincs semmi nagyon extra tennivaló. Kukkancsuk rá esetleg a látogatókra, hogy milyen, azt mondja, boldogság, neked mi bajod van itt? Te semmi mellett sétálsz. Azt mondja, hogy itt van egy laptolvajlás. Neked mi a bajod? Sose tudjuk meg. Igen, vannak egyébként ilyen nagyon különleges estek, amikor minden nagyon zöld, de közben piros. Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni egyébként. Jó, egyébként általánosságban nem olyan rossz, egy kis laptolvajlás volt itt. Ugye, ha nagyon elharapódzik, akkor veszünk még fel. Akkor veszünk még fel majd security-t, illetve tudunk kitenni kamerát, és akkor az is csökkenti a zsebtolvajlást. Hát csak az egyik mondta a zsebtolvajlást, hogy ezért most én nem költök erre. Még egy utolsót nézzünk meg, a staffunk hogy áll. Azt mondja, az átorvosokat tréningezzük mindenképpen. Azt kell, csinálják a research-et. Azt mondja, gondozót is mindenképpen. Túlzásban ne vigyük, mert nagyon sokba kerülnek. Jó, a security az kertékel, azokat az egycsillagosokat, azokat mindenképpen a vendorok, hát azok hatékonyabban és gyorsabban szolgálnak ki, és azzal nekünk pénzt keresnek, úgyhogy mindenképpen. Mindig átteszünk a semmilyen workzone-ba, hogy ne kelljen szaladgálniunk, oktatók. Itt voltak az oktatózható. Ő teljesen tréningezve van, ez szuper. Esetleg nyomzunk a pénzügyeinket. Na, nagyon jól állunk. Én azt mondom, hogy vegyünk fel még egy oktatót. Méghozzá azért, hogy tartson ilyen sétálós kis előadásokat, és azzal is növeli azért a az oktatási szintet, illetve szeretnék egy túrát az állatkertbe, és ahhoz, hogy ott jó visszajelzéseket kapjunk, és jó minőségű túránk legyen, ahhoz kell, hogy teljesen tréningelve legyen az oktató, akit oda helyeztünk. Egyébként elkezdtem ilyen kis kerítéseket oda helyezgetni, nem tudom kijelölni, de ezeket a kis kerítéseket a növényes rész mellé, hogy kicsit csinosabb, meg valósághűbb legyen, úgyhogy ezzel is foglalatoskodtam. Jó, azt mondja, hogy árulunk, fogom mondani, hogy mennyit sikerült értékesíteni, és akkor azt hiszem nincs más hátra, mint hogy ide
berakjunk egy csodálatos oroszlán kifutót, úgyhogy ezzel jövünk vissza.
Elkészült hát az oroszlán kifutónk. Mondanom sem kell, hogy az oroszlánjaink nem tétlenkedtek, és azt hiszem, hogy éppen született egy pici, és fehér albinó pici született, azt a mindenségét. Hát szia! És egy hím. Nem is rossz, nem is rossz. Gyönyörű. Hát gyönyörű. És egyébként azt hiszem, hogy nem is a fehér nősténytől született, úgyhogy mindenre van esély. Úgy tűnik, hogy a nem fehérektől is simán születhetnek albinók. Imádom ezeket a házikat, az animációkat, nagyon cuki. De aranyos. Hát hello, és te úgy egyedül vagy? Nézzük csak meg, van testvéred? Nincsen. Igen, a hímünktől és a teljesen normál színű nősténytől született. Szóval, ott tartottunk, hogy megmutatom nektek a kifutót. A kifutó két részből áll, ugye itt van egy nagy rész, illetve ezen az oldalon. Hol is kezdjük? Kezdjük középen. Szóval azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a kifutót meg lehetne nézni nagyjából középről is. Ugye nem mentek oda be, hékás. Ajaj. Jó, ezzel kezdeni kell valamit. Szóval, hogy itt középen van egy ilyen oroszlán séta, ami úgy látszik, hogy elég népszerű. Itt jobbra találunk egy kis barlangot, egy ilyen tükörüveggel, hogy ne zavarjuk az oroszlánokat, és akkor itt szépen be lehet menni. És itt van fönt egy üveglap, és itt tudnak az oroszlánok egyébként rá tudnak menni, és tudnak ott pihengetni. Nem gyakran teszik meg, de meg tudják tenni, és akkor itt be lehet nézni. Csak most éppen a fények nem tökéletesek, de egyébként ezt lehet látnia ebből a szögből. És akkor, ha tovább megyünk, kimegyünk ezen az alagúton. Hú, jó sokan vannak itt, azt a mindenit. Szóval kimegyünk az alagúton, és akkor itt a fejünk fölött tudnak szintén az oroszlánok pihengetni és lenni. Hú, rengetegen vannak itt, úgy tűnik, hogy az oroszlánok azok abszolút nagyon népszerűek. Szóval itt át tudunk jönni, ott láttunk is, hogy oroszlántem éppen átmászik. Valamiért egyébként érdekes módon nem gyakran jönnek át ide az oroszlánok, pedig ez egy tök szép kis hely itt. Egy ilyen vízes árokkal körbevett kis rész van ezen az oldalon. Én nem akartam tele zsúfolni fákkal mindennel. Ahogy megnéztem egyébként oroszlán kifutókat, nincsenek tele mindenféle tereptárgyal, úgyhogy egy pár kő, egy kis fa és egy ilyen kis emelvény is van, amire szintén azt hiszem fel tudnak menni, de most mindjárt akkor megnézzük. Igen, fel tudnak ide feküdni, úgyhogy teljesen jó. Megszökni nem tudnak. Ezt nem tudom, hogy miért. Ez valami probléma lehet itt ezzel, mert azt mondja, hogy ugye nem tudja elérni az állat. Jelenti a staff nem tudja elérni. De vajon miért, ezt nem tudom. Lehet, hogy nem tud kijönni. Aha. Jó, meg ezt, erre majd ránézek. Szóval itt van a bejárata a gondozóknak, és készült egy ilyen épület is. Hát meg kell, hogy mondjam, szépen megrajzoltam papíron, hogy ez hogy nézzen ki, de megcsinálni, szóval hogy ez katasztrófa volt, ez nagyon durva volt, úgyhogy rengeteget dolgoztam vele, és még mindig nincs teljesen kész. Ide a látogatók nem tudnak bejönni, ide csak a gondozók tudnak. Úgyhogy most ide bemegyünk, és itt vannak a belső ketrecek. Itt tudnak kimenni minden egyes ketrecből, itt ki tudnak menni az állatok. Hát ide muszáj voltam betenni egy ilyen áramfejlesztőt, mert nem volt itt áram. Ez egy teljesen külön ketrec. Opsz, itt is van egy bébink. Ó, születnek itt a bébik, helyes. Te ki vagy? Egy aranyszínű fiú. Nagyon jó statisztikával. 9800 a vonzereje, nem csoda, hogy jönnek a látogatók. Szóval ők itt ki tudnak menni, és itt van egy olyan belső kifutó rész, amit viszont meg tudnak nézni a látogatók. Ugye itt tudnak bejönni, és akkor itt be tudnak tekinteni. Úgyhogy van lehetőség az oroszlánoknak bejönni, ahol a látogatók is látják őket, de van lehetőségük elbújni is, hogy a látogatók ne zavarják őket. Nagyjából ennyi. Ide tervezek még egy kioszkot mindenképpen, mert szükség van rá, hogy itt
Ugye itt van egyelőre csak a bejáratnál, és az ide már úgy tűnik. Szerintem már szükség lesz rá lassan, igen, már itt látszik, hogy esetleg szomjaság. Nézzétek meg az education-t, ezt az oktatás szinten milyen jól felnyomtuk egyébként. Gyorsan nézzük meg, mik az üzenetek, és hogy ne legyen túl hosszú ez a rész, azt hiszem, hogy el is fogok gyorsan köszönni. Nagyon jó, emeljük meg egy árakat, ezt már szeretem. Emeljük mondjuk 25-re, és emeljük 24-re. Jó. Szóval, amit még szeretnék ide tenni, az nem más, mint egy ilyen előadói pont, egy ilyen talking point, hogy tartson előadást nekünk az előadó. Jó, azt mondja, hogy szerintem ide szükség lesz egy új workzone-ra. Kiválasztjuk ugye a talking pointot, magát a workzone-t, illetve egy staff room-ot is válasszunk bele, ez a legközelebbi. Azt mondja, hogy jó, már meg is van. És akkor te kerülj bele így ide. Jó, azt mondja, hogy ez májusban lesz. Azt mondja, hogy space. Hova akadtál be? Nincs semmi gond. Jó, akkor csak valahogy a fűven átmentek, és aztán nem tudtak visszajönni. Nézzünk csak meg, hogy ha hívunk egy képert, hogy ő be tud-e jönni most már ide. Jó. Ezt akkor szépen megoldom akkor kamerán kívül, itt már nem lesz gond. És ott vannak fönt, de jó! Igen, attól féltem egyébként, hogy Ándan azt fogja jelezni majd a játék, hogy megszöktek, mert hogy majd beesnek itt az üvegen, egyszer így a csimpánzokkal jártam így, és az állandó problémát jelentett, de eddig nem volt ilyen, itt viszont belállnak az üvegbe, úgyhogy ide fogok tenni majd egy ilyen elválasztót. Jó, hát nem mondom, hogy tökéletes, de a célnak megfelel. Át tudnak menni a másik oldalra, az a lényeg. Jó, azt mondja, hogy kaptunk valami ajándékot, ezt még megnézzük. 500 az edukációért, és 1000 azért, hogy még születtek nálunk állatok. Jó, ennyi lenne akkor mára, nem akarnám ezt tovább húzni nektek. Hogyha tetszett, amit láttatok és hallottatok, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel, ez sokat jelent nekem. Illetve ne felejtsetek el szavazni, mi legyen az utolsó állat, ami bekerül az állatkertbe. Úgyhogy nincs más hátra, mint nagyon szép napot kívánjak nektek, és nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!